Itt a tavasz. Legalábbis a passzív szolárüvegház akvapumjáknál. Ezt már el lehet mondani. Elég két nap napsütés ahhoz, hogy nagyon hirtelen újra minden beinduljon. Kicsit lassú volt a telünk, ez annak köszönhető, hogy rendkívül sötét volt ez a december és január. Azt pontosan tudom, hogy decemberben összesen kettő nap sütött a nap. Az is a végén. Egyébként teljesen felhőben úsztunk, és ez meg is látszik a rendszernek a teljesítményén. Amint látjátok, a paradicsomok még fent vannak, és ugyanúgy jártam vele, mint tavaly. Megfázott, annyit sikerült elérnem, hogy most körülbelül két héttel tovább működtek. Két-három héttel. Aztán kezdődött ugyanaz a megfázás betegség. Ezúttal nem a pára vitte el, hanem ténylegesen leült a rendszer annyira, hogy a paradicsom azt már nem bírja. Itt vannak a szőlők. Ők is szépen le vannak száradva, és még nem indultak el, mondjuk ez nem is csoda. Egyelőre hideg volt. Ha elindulnak, akkor meglátjuk, hogy ki marad bent. Ilyen sok tőszőlő biztos nem marad be, mert nem tudom hova tenni. Na nézzük, mi az, amit így korán tavasszal lehet az akvapóniába találni. Az eper még nem indult el, de már túl van a öreg levelek leszállításán, ezt majd szépen le kell róla szedni, és akkor indulnak az új hajtások. Hoppá, de már látszik az új hajtás. Ezeket a salátákat még decemberben ültettem. Ez jégsaláta, ez pedig hagyományos május királya nevű saláta. Illetve ott van még a répa. Ez pedig egy kis metélő petrezselyem a pisztránkhoz. Hát az, hogy december közepén ültettem őket, és még csak itt tartanak, ez konkrétan a hőmérsékletnek köszönhető. Viszont van, ami nagyon jól áll ilyenkor is, például a rukkola, illetve itt vannak a pak choi, mizuna saláták, rukkola erdő, amit én nagyon szeretek. Rukkola őletesen működik az akvapóniában, valami félelmetes méretű leveleket gyárt, még akkor is, ha nincs éppen se hőmérséklet, se napsütés. Hát ez valami. Nézzük a másik oldalt. Halacskákból látunk-e valamit? Csináltam egy halacskás etetős videót, azt majd lehet, hogy ide közé szúrjuk. Ezekben is az a pisztrány. Popátlan módon esznek és növekednek, még a legrosszabb vízkörülmények között is. Egyébként mostanában 11-12 körül van a víz, és van egy 27 fok bent, azzal együtt, hogy nyitva az ablak. A káposzták még tavaly októberben lettek ültetve, az eleje most már kezd majd arra a szintre kerülni, hogy ténylegesen elindul és fejesedik. Itt van még egy kis felnyúrult káposzta rész, túl sűrűn vannak, de majd szétszerem őket. A lestján köszönöm, szépen jól érzi magát, finom leveseket szoktunk belőle adni. Ez itt mángold. Leves lesz belőle, még a héten valamikor, mert most már annyira eltelpeszkedett, hogy elnyomja a kicsi salátákat. Még egy kis saláta. És itt van a sóska, amit szintén meg fogok most csetkelni, abból az okból, hogy ebben az időben már ő nagyon jól nő, és segít neki, ha jól le van vágva. Bazsalikomot ültettem ebbe a ládába, de sajnos őt elvitte a hideg, viszont itt, amint látjátok, már megvannak az első katicák, gyakorlatilag azzal együtt, hogy ilyen meleg van, kint is van 7-8 fokos gyönyörű napsütés, és a katicák előjöttek, úgyhogy a gyermekeim segítettek egy kicsit azzal, hogy 4-5 katicát behelyeztünk az üvegházba. Úgyhogy a tetvek még sehol nincsenek, de a katicák már itt vannak, akik majd el fognak velük bánni. Itt a mentám. Mentámon most csak ennyi van, igaz, mindenhol van menta, mert hogy teljesen kopaszra lenyírtam. Most látszik, hogy már azért elég tempósan kezd hajtani.
nagyon-nagyon rövid időn belül lesz belőle újra teja méretű menta. Egy jó káposzta. Belekukkantunk, hogy van-e már valami középen. Hát még nem, de alakul. Van még néhány hagymám, és egyelőre így állunk. Az még hozzátartozik a történethez, hogy bent a lakásban már kihajtott a paradicsom, illetve a paprika, palántok, amit majd akkor fogok tudni ide kihozni, ha ott biztosan 15 fok fölé kerül a hőmérséklet, éjszaka is, illetve egy pár napos, hárnaposabb rész esetén is, hogy ne tudjon, ne fázzanak meg, mert ha megfáznak, akkor vége. Úgyhogy itt tartunk, nagy reményekkel, rengeteg ígérettel vágunk neki ennek az évnek. Reméljük, hogy azért nagy részéből lesz valami, és mi azon leszünk. Maradjatok velünk, nézzük együtt a csodát. Sziasztok! Alakutatták még, és ott egy katica azon a világon. Ott egy katica? Lehet, hogy azt hoztad be éppen te. Nem, ő éhes. Ő éhes? És azt szerinted nem éhes, amelyik ott van? Szerinted? Csak az éhes, aki behúzta a lábát. Igen? Onnan tudjuk, hogy éhes a katica, hogy behúzza a lábát? Igen. Szerintem olyankor inkább meg van ijedve, nem? Nem. Éhes? Ha behúzza a lábát. Na jó. Akkor menjünk, ássunk a lagukat. Jó.